Sziasztok! Egy előadással fogjuk folytatni, ami nem lesz más, nem tudom, hogy képregény témában járatos-e valaki, de képregény témájú lesz a következő előadásunk. Mégpedig a képregény kifejező eszközeiről fogunk majd beszélgetni, illetve láthatok egy előadást. Halmi Zsolt lesz az előadónk, úgyhogy tapsot szeretnék neki kérni. Fogadjátok sok szeretettel! Sziasztok! Működik? Király! Na, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Látom, kicsit megcsappant most már a létszám a nagy cosplay verseny után, úgyhogy ez jó, mert legalább lesz egy kis levegő a terembe. Látom, már el is kezdődött itt a vetítés mögöttem. Először is pár mondatot szeretnék majd ugye magáról a képregényről beszélni, mondani, ugye mert a képregény az valamikor az 1800-as évek végén fog majd kialakulni, és ugye a filmmel és az animációval párhuzamba fog fejlődni maga a képregény, és egymástól fognak átvenni különböző kifejező eszközöket, és természetesen ugye a képregénynek is vannak olyan kifejező eszközei, amit majd a film fog átvenni. Több ilyen is megjelenik a filmekben, és ugye a képregény pedig, ugye most már a képregény filmek elég népszerűek, és most már szinte csömört kap belőlük az ember, és ugye azért ilyen népszerűek, meg azért most készülnek ezek a képregény filmek, mert ugye a technika már lehetővé teszi, hogy azt, amit rajzban elkészítünk, az most már filmben is megjelenjen. Tehát először is, amit mondtam, hogy az 1800-as évek végén fog megjelenni az első képregény Amerikába, napilapokban fog ez folyamatosan megjelenni. Az első képregény a New York World nevezetű újságban 1895-ben fog megjelenni. Richard F. Oldcott-nak a Sárga kölyök című képregénye, és ezt Joseph Pulitzer, az újságíró, ő és a újság mogul lesz az, aki először publikálni fogja. Nem titkolt szándéka Pulitzernek az, hogy egy nyomdatechnikai újítást bebizonyítson a világnak, hogy lehetséges, ugyanis 1800-as évek végén a négyszín nyomás fog megjelenni, ugye ez a cian, magenta, yellow és a fekete színekkel, ugye készülnek ma az újságok, ekkor viszont ez még teljesen új technikának számított, és a sárga festéket nem tudták úgy kikeverni, hogy ez rögtön megszáradjon. És Richard F. Oldcott felkereste Joseph Pulitzert, és mondta, hogy neki van egy olyan sárga festéke, ami rögtön meg fog száradni, de cserébe vegye fel őt alkalmazásba, és jelentesse meg az ő képregényét, illetve az ő figuráját, amit kitalált. Pulitzer belement ebbe az egészbe, és azt mondta, hogy tessék világ, itt van az a fajta festék, ami képes megszáradni, tehát az én nyomdám fogja azt a sárgát nyomni, amire senki más nem képes. Ez volt az egyik oka annak, hogy megjelent ez a képregény. A másik oka az pedig a bevándorlás. Ugye Amerikába folyamatosan érkeztek a bevándorlók, főleg kínai vendégmunkások. És ez most nem túl PC a mai szemmel nézve, de a kínaiakra utal a sárga szín is, valamint ugye az angol feliratokkal, amik ugye a kölyöknek a ruháján jelennek meg, ezzel próbálják ugye a bevándorlóknak a nyelvet is tanítani. Kialakul egy érdekes versengés, Joseph Pulitzer, ugye ott látható az a szakállas úriember, és William Randolph Hearst, a másik úriember között, mind a ketten sajtómogulok voltak, hatalmas sajtóbirodalommal. Randolph azt mondta, hogy oké, Pulitzer megjelentette ezt a képregényt, de nekem is kell. Ezért ráígért a fizetésre, és átcsábította magához. Majd Pulitzer visszacsábította magához a rajzolót, ugyanabba az irodaházba vettek ki mind a ketten irodákat, és gyakorlatilag egymástól csábították át az írókat, alkotókat, rajzolókat a saját lapjukhoz, azt szerint, hogy éppen mennyi pénzt fognak nekik adni. És ekkor jelenik meg az a fura helyzet, hogy ugyanaz a karakter két különböző újságba fog megjelenni, két különböző alkotótól. Ez Amerikában egészen a 80-as évekig megfigyelhető lesz, hogy az a karakter, az a történet, amit a kiadónak készítenek, az a kiadó tulajdona lesz, nem pedig az alkotóké.
Ez majd később a 80-as években, de főleg a 90-es években fog megváltozni Amerikában, amikor megalakítják az Image Comics nevezetű kiadót 1992-ben, és onnastól kezdve annál a kiadónál az adott karakterek az adott művészek tulajdonát képezik, tehát hogyha ők azt mondják, hogy ennyi volt a sztori, akkor onnastól kezdve senki más nem alkothatja, csak az írók és a rajzolók hozzájárulásával. Itt látható a Sárga kölyök című képregény. Egészen 1928-ig volt ez jelen az amerikai újságokban. Utána ugye megjelennek majd a külön magazinok a összegyűjtött vasárnapi mellékletekből. Na, de hogy haladjunk is valamit a képpanelezéssel. Tehát megjelenik az első képregény. Hogyha megnézitek az első képregényt, a Sárga kölyköt, ugye itt már látjuk, hogy képkockákból áll maga a képregény, és van benne szöveg. Maga a szövegbuborék itt még nem jelenik meg, az majd sokkal később fog megjelenni a képregényekben, ugyanis elsőnek képaláírásos történetek jelennek meg. Ez majdnem az 1900-as évek közepéig Európában meg is fog maradni. Képpanelezés. Ugye láttuk a Sárga kölyöknél is, hogy szépen képkockába van befoglalva egy képregény. Mik is ezek a képkockák? Ugye, hogyha a filmet vesszük, ugye a film 1896-ban fog megjelenni, a képregény 1895-ben jelenik meg, tehát gyakorlatilag párhuzamosan fognak alakulni és fejlődni a film is és a képregény is. Ugye a képpanel, a képkocka az nem más a filmnél, mint amit a vásznon látunk. Ugye a képregénynél ezek változhatnak. Lehet négyzetes, lehet téglalap, lehet háromszög kör. Gyakorlatilag a rajzoló fantáziájá múlik, hogy milyen képpanelt használ. Filmnél ez fix. Tehát azt nem lehet megváltoztatni. És ugye szokták azt is mondani, hogy ugye maga a film az egy nagyon gyorsan pörgő animáció, mert ugye egy másodperc alatt 24 képkocka fog lejátszódni, tehát gyakorlatilag egymást követő képpanelekből épül fel, ami ugye a képregénynél, ugye ez az idő, a képkockák között lévő elválasztó fehér csík lesz, tehát ugye azt fogja jelenteni azt a hosszúságot, ami két jelenet között el fog telni, ugye míg filmnél ez folyamatosan megy. De ugye a képpanelezésnek is különböző típusai vannak, tehát attól függően, hogy hol jelenik meg ez a képregény. Tehát ugye magazinokban jelenik meg, mint például ugye itt a Garfield, ezt gondolom mindenki ismeri, vagy önálló füzetben jelenik meg, albumban jelenik meg, és az is fontos, hogy a világ melyik táján jelenik meg, mert az szerint változnak a képpanelezés típusai. Az szerint, hogy Európában jelenik meg, akkor egy oldalon lehet 7, 8, 9, akár 10 képkocka is. Ha Amerikában jelenik meg, akkor általában 6 képkocka szokott lenni egy oldalon. Ha pedig Japánban vagy Ázsiában, akkor szintén egy ilyen 3-4 képkocka szokott megjelenni, mert ugye ezek különböző méretű újságok, albumok. És ugye ezeket ugyanúgy be lehet sorolni különböző típusokba, és ez szerint megkülönböztetjük a szabályos képoldalt. Ugye, mint látjátok, a Garfield képregénynek minden képkockája ugyanúgy néz ki, ugyanakkor a méretű. Ugye ezek a cselekménytől függetlenül egyforma képkockák. Teljesen mindegy, hogy valami akciójelenet van benne, vagy nem történik benne semmi, vagy csak egy közeli plán, egy arcról, ugyanúgy néz ki gyakorlatilag a képpanel mérete. Ugye ezek itt a napilapokban megjelenő csíkok, tehát ezek azért alakultak ki, mert ugye az újságoknak a mellékletében, vagy éppen az újságnak az alján egy fix sávba kellett ezeket megjelentetni, és ezért ehhez igazodtak gyakorlatilag az alkotók, és ez később megmarad a füzetekben is. Ugye általában ezek rövid, humoros történetek, de nem csak ez jellemző rájuk, mert ugye szuperhős történetek is jelentek meg magazinokban, vagy kalandtörténetek, háborús történetek, tehát gyakorlatilag bármi megjelenik, de ugye főleg az emberek azt ismerik, hogy ezek a humoros történetek, amik ugye ilyen 3 vagy 6 képkockás kis sztorik szoktak lenni. Ugye ezek leggyakrabban az amerikai és európai képregényekben fordulnak elő, és főleg, ugye, mint mondtam, magazinokban. Ennek a következő variációja lesz majd,
ugye egy olyan képpanel, ami már hozzá fog idomulni a cselekményhez. Ugye itt, amit az előbb mondtam, hogy a vicces történetek, ugye Kázmér és Huba, a Garfield, és ugye ott egy olasz képregény látható, a Dylan Dog, ami szintén szabályos képoldal. És amikor ezt túllépjük, akkor fog majd megjelenni a retorikus képoldal, ami azt jelenti, hogy az adott cselekményhez, adott helyszínhez igazítják gyakorlatilag a kép panelnak a méretét. Tehát, hogyha megnézzük, ugye itt a 13 című francia-belga képregényt láthatjuk, ott van a repülőtér, ott van egy repülő, ugye értelemszerűen ennek bele kell férni egy képpanelbe, ezért akkor a képpanelbe fogják rajzolni, hogy a repülő beleférjen teljes egészében. Viszont az ezredes arca, ugye az már kisebb képkockába is belefér, mert akkor arca azért nincs. Jó, és ugye ezek általában követik a történetnek a menetét, és az szerint fog megváltozni, hogy éppen hogyan rajzoljuk meg, mekkorára rajzoljuk, stb. Ez ugye bármilyen képregényfüzetnél és albumnál alkalmazható. Amit mondtam, ugye a franciák, belgák és általában az európai képregény, ugye az több képpanellel operál, mint az amerikai. A szabályos képpanel oldallal szokták ugye ezeket a retorikusokat keverni, mert ugye négyzet alakú, téglalap alakú képpanelek fognak megjelenni egymás mellett, és ezek keverhetőek egymással, mert összefüggenek. Ugye szintén az európai és az amerikai képregényekbe fordul elő, ezeknek a dinamikus változata pedig a manga képregényekbe, de erről is lesz majd szó. Itt látható pár oldal, szintén a retorikus képpanel elrendezésből, ugye amerikai és európai típusú képregényeknél látható ez az elrendezés. Ugye itt is továbbra is, ugye szintén európai, amerikai és Európából importált, Amerikában dolgozó alkotó képregény az utolsó. Ugyanis Amerikában volt egy olyan vérfrissítés a képregény alkotók, illetve a nagy képregény kiadók között, hogy Európából az alkotókat átimportálták Amerikába, és ott kezdtek el európai szájíz szerinti történeteket megjelentetni az amerikaiaknak, ami legtöbbi elég sikeres lett, de voltak olyanok, amit az amerikaiak nem értettek, mert ugye európai környezetben volt értelme. Ez ugyanaz, hogy Európában nincs szuperhős képregény, mármint hogy európaiak nem rajzolnak saját országuknak szuperhős képregényeket, nincs francia szuperhős, olasz szuperhős, csak amerikai szuperhősök léteznek. Természetesen volt rá példa, hogy megpróbáltak magyar szuperhőst is létrehozni, vagy olaszt, de ezek közröhely tárgyává váltak, hogy őszinte legyek. Következő a lépcsőzetes képoldal elrendezés. Ugye itt szintén követi a menetét a képregénynek az elrendezés. Annyi benne a különbség, hogy szó szerint lépcsőzetesen helyezkednek el, mint ahogy ugye itt is látható, egyre kisebb vagy egyre nagyobb panelekben fogják a történetet megjeleníteni. Ez már ugye sokkal dinamikusabb képregény elrendezés, képregény képkocka elrendezés. Ugye amerikai képregényekben és manga képregényekben fordul elő nagyobb számban ez a fajta panelezés, és általában az előző kettővel, de főleg a retorikus képoldallal szokták keverni. Itt látható szintén egy amerikai képregény lépcsőzetes elrendezése. Ha valaki látta a The Boys című sorozatot, láttátok a Boys című sorozatot? Ami képregényből készült? Az ott bal oldalt, de lényegtelen. Tehát itt is látható, ugye, hogy hogy néznek ezek a képregények ki. Az előzőekhez képest ugye sokkal, de sokkal dinamikusabb elrendezést biztosítanak. És van az utolsó, amit nagyon ritkán szoktak használni, ez a dekoratív képpanelezés, vagyis dekoratív képregény oldal. Ugye itt látható Fazekas Attilának a Perseus kapitánya, ő az egyik, aki Magyarországon meghonosította általa szecessziósnak nevezett képpanel elrendezést. Ugye itt szintén követi ugye a történet menetét, ugye a képpanelek alakja itt bármi lehet. Ha megnéztétek az előzőeket, főleg négyzetes képpanelekről beszélünk, itt már bármilyen lehet, tehát ugye az absztrakt elvont képregények képpanelezéstől kezdve
egészen a kör, háromszög, négyzet, paralelogramma, bármi, és ezek általában művészi képregényeknél szoktak megjelenni. Itt látható pár képregény oldal. Egyébként ez a Sandmanből való. A Sandman az egy nagyon jó példa erre, hogy hogyan lehet dekoratívan képpaneleket elrendezni. Vagy mondom, Fazekas Attilának Magyarországon több ilyen képregénye. Bocsánat. Ugye itt a Batman, az Dave McKinnek a képregénye, ugye ő egy kortárs szürrealista festőművész. Ugye ez a Batman Arkham Asylum című képregény, és ugye a másik pedig a Spawn. Tehát nagyon jól látszik, hogy sokkal több mindent ki lehet ezzel az oldallal fejezni, mint az előzőekkel. És természetesen itt is az van, hogy ugye ezt általában lépcsőzetessel keverik, de nagy ritkán elő szokott fordulni benne a többi is. Na, és nézzük akkor, hogy a képregények, ugye mint láttuk, elindultak a fekvő és álló négyzet és téglalap alapú képregényekből, képoldalakból, és ugye megjelentek ezek a sokkal dinamikusabb képpanel elrendezések, mert ugye a statika és dinamika nagyon fontos egy képregényben. Ugye párbeszédeknél, tájaknál ugye statikus képpanel, amikor egy beállító képet hozunk létre, hogy megmutassuk azt, hogy milyen helyszínen játszódik. Ugye európai képregényekben a dinamikus történést is négyzet alakú vagy téglalap alakú panelekben szokták elrendezni, ugye, és az álló és fekvő téglalapok is, ugye, és azoknak a váltakozása szintén dinamikát hoz létre a képregényekben. Ugye akciójeleneteknél, hirtelen megtörténő eseményeknél, ugye torzított, elforgatott, sokszög, stb. Téglalapok, azok ugye mindig a dinamikát próbálják megmutatni, és ugye főleg az amerikai és a japán, vagyis manga képregényekben használják ezt a dinamikus elrendezést. Ugye itt láthatók statikus képregény oldalak, ugye a képpanelek, négyzetek, téglalapok, semmi extra, csak a bennük történő esemény, ami dinamikus, ugye látunk ott egy robbanást, vagy ugye itt például ugye a zöld lámpásoknál, ahogy éppen jönnek ott ki a vízből, és itt pedig egy dinamikus képpanel elrendezés, ugye Pókember, ahogy ugrik, ugye Naruto, vagy az Attack of Titans című mangából lévő oldal. Tehát ugye ezek már, ugye már a megjelenésében is sokkal zaklatottabb dinamikus képoldalak. És ami ugye még megjelenik a filmekben, a különböző alkotók és főleg animációsok által használt különböző kifejező eszközök. Ugye, mint mondtam, mozgókép és képregény együtt alakul. Ugye Winsor McCay animátor volt Kis Némo Álomországban. Ugye ő az, aki belehozza az animációs elemeket, a dinamikát, az időmúlását, és egyfajta ilyen szürrealizmust. Will Eisner, ugye szintén karikatúrista, a filmes plánozást fogja belehozni a képregényekben, ugye a nagy totált, kis totált, szűk szekund, bő szekund, stb., de erről mindjárt fogok beszélni. És Jack Kirby az első olyan képregény rajzoló Amerikában, akinek a stílusát már mindenki felismeri, és a kortárs képzőművészetet fogja belevinni, a filmes dinamikával és a futurista művészet dinamikáját fogja megjeleníteni a képregényekben. Ugye itt látható néhány ilyen oldal, és a filmes kifejező eszközök, ugye egyik a nagy totál. Ez egy beállító kép, itt látható ugye Hongkong látképe, ugye a történet szempontjából fontos táj, város, környezet, ennek a bemutatására szolgál. Ez egy nagyon szép panel szokott általában lenni, hihetetlenül kidolgozva, általában rajzoló kettő fogtak agygörcsöt kapni, amikor ugye egy ilyen képpanelt kell elkészíteni, de általában ezek ugye egyoldalas vagy féloldalas panelekről beszélünk, viszont nagyon látványosak tudnak lenni, és rengeteg munka elkészíteni. Itt látható szintén egy nagy totál, ugye New Yorkról és az Akira című képregényből. Következő a sima totál, ami szintén a távoli plánok közé tartozik. Ugye itt már ráközelítünk a szereplőre, behelyezzük őket egy helyszínre, de még mindig nem ez a fontos, hogy kik vannak ott, hanem hogy ők milyen tájba helyezkednek el. Tehát így egyre jobban meg fogjuk ismerni, és egyre jobban látni fogjuk majd a szereplőket, ráközelítünk, hogy kikről is van szó.
Itt látható néhány totálkép. Ugye a környezet még mindig szépen ki van dolgozva, még mindig látjuk, hogy hol vagyunk, és megjelennek már a szereplők is, de még nem látjuk az ő karakterüket, arcukat, mimikájukat. Következő a kis totál. Ugye ez a, szintén a, kis, a távoli plánok közül való. Ugye itt már ráközelítünk a szereplőre, látjuk, hogy kiről van szó, teljes alakokról van szó, megjelenik a mimika, illetve az arc egyre jobban látszik, és ugye a csoporton belüli viszonyok, tehát hogy ki kivel beszél, hogyan viszonyulnak egymáshoz, hogyan jelennek meg. Szintén kis totál. Következő az olasz plán, ugye ez a közeli plánok közé tartozik, ez... Itt már látjuk a szereplőt, lábszár középnél, tehát valahol itt vágjuk el a képet, és ugye így jelennek meg a szereplők, és felismerhetővé válnak ugye a gesztusok, a kézmozdulat, a testbeszéd, és megjelenik gyakorlatilag a mimika, és ahogy szűkül egyre jobban közelítünk rá a szereplőkre, ugye annál jobban fogjuk megismerni az ő motivációikat és az érzelmeiket. Itt is látható pár olasz plán. Az amerikai plán szintén a közeli plánok közé tartozik, ez térnél elvágott képkockát jelent, vagy comb középnél, és innestől ugye már egyre jobban ráközelítettünk a szereplőre, nagyon fontos lesz már a gesztus, és fontos lesz a szereplőknek az arcjátéka. Szintén az amerikai plánok. Second plán. Szintén közeli plánok közé tartozik, köldök felett elvágott képkockáról beszélünk. Innestől kezdve ugye a két szereplő közötti dinamika, az érzelmek, az arckifejezés és maga a gesztus, ez mind-mind egyre jobban előtérbe kerül. Ugye a személyes távolság, tehát belépünk a szereplőnek az intim szférájába, tehát egyre jobban közelítünk hozzá. Szintén a second plánok közül való néhány képkivágás. A szűk second, ez a mell fölött elvágott képkivágás. Innestől kezdve ugye beléptünk a személynek az intim szférájába, a mimika megjelenik, az érzelmek megjelennek, a gesztusok szintén megjelennek, és gyakorlatilag egy olyan személyes közelségbe kerülünk, hogy egyre jobban megismerjük a szereplőnek az érzelmi világát az arcáról. Szintén a szűk szekundok közé tartozik. Premier plán, ez a nagy közeli plánok közé tartozik, amikor gyakorlatilag szó szerint belebámulunk a képébe az adott szereplőnek, mert olyan közel kerülünk hozzá, hogy már csak az arca lesz a lényeg, tehát gyakorlatilag az intim szférájába vagyunk a szereplőnek, ugye indulatok, érzelmek, minden kiül az arcára, és ez az, ami megjelenik gyakorlatilag ezeken a plánokon. Szintén premier plánból néhány. A szuper plán pedig a nagy közeli plánok közé tartozik szintén, és egy fontos részlet kiemelésére szolgál. Nagyon sokan azt hiszik, hogy ez valamilyen testrész szemnek, orrnak, szájnak, vagy valaminek a kifejezése, a kiemelése az szerint, hogy a személyes térbe is az egyáltalán ráfókuszáljunk valamire, vagy a mondani valójára, vagy a tekintetére a szereplőnek. Ez nem feltétlenül igaz, mert gyakorlatilag bármit kivághatunk, ami fontos. Ugye ez a jelenet szerintem fontos lehet a képregényben, és ugye itt egy kezet látunk, amint éppen gyűrűt húznak rá. Mindenki tudja, hogy ez mit jelenthet, vagy ki tudja. Ezen kívül bármilyen tárgyra, fegyverre, tehát ami a történet szempontjából nagyon fontos, az ilyenkor megjelenik. A mangáknál az az érdekesség, hogy ha például van egy mondjuk egy híresebb fegyver, ami megjelenik egy történetben, akkor amikor ráközelítünk arra, tehát egy ilyen szuperplánba vagy premier plánba látjuk, akkor sokkal, de sokkal kidolgozottabban jelenik meg, mint hogy általában a mangáknak a szereplője, vagy hogyha ez a fegyver valami másik jelenetben jelenik meg, valamilyen kézben, vagy letéve egy asztalra. Tehát amikor ráközelítünk, akkor mindent sokkal jobban kidolgoznak, hogy ezzel is erősítsük a hatást. Szintén egy szuperplán, és mint mondtam, bármi lehet, egy bakancs, vagy egy tekintet.
És ami elég nehéz, és tényleg a filmekből lett átvéve, ez a montázs. Ugye a montázs az a vágás gyakorlatilag, hogy hogyan vágjuk egymás után a különböző jeleneteket. Ez a legegyszerűbb montázs a filmben. Vágás a kezdeti filmekben nem volt. Szó szerint úgy kell elképzelni a legelső mozgóképeket, hogy kimentek, kirakták a kamerát, és ami elment előtte, felvették, majd bementek a moziba, és ezt levetítették. Ilyen volt a Lumière testvéreknek a Munka vége című filmjük, vagy a Vonat érkezése. Nem tudom, erről biztos hallottatok. Kimentek az állomásra, lerakták a kamerát, felvették, ahogy a vonat bejön az állomásra, bevitték a moziba, és a moziba levetítették az embereknek, ahol nagyon sokan megijedtek, és kirohantak, mert azt hitték, hogy valóban jön a vonat. Tehát ezt most ugye nehéz elképzelni, de akkor, amikor még nem létezik ez a technika, és először látsz mozgóképet, akkor az emberek legtöbbje megijedt ettől, hogy úristen, most mi történik, hogy most tényleg be fog jönni a vonat, lejön a vászonról, vagy mi ez az egész. Tehát ugye ez a mai szemmel nézve elég mulatságosnak tűnik, de akkor ez megtörtént sajnos. Tehát az embereknek annyira újdonság volt ez a technika, hogy szó szerint beültek az ilyen filmekre is, hogy lerakták a kapuba egy gyár előtt a kamerát, és jöttek ki az emberek, és ezt nézték 10 percig, hogy ez milyen jó. És a Lumière testvéreknek sok ilyen eposzuk van, ami mai szemmel nézve semmi, de filmtörténeti szempontból pedig igen jelentősek, mert ők voltak az elsők, akik ezt megcsinálták. És utána majd meg fog jelenni a filmekben a vágás, amikor különböző jeleneteket fognak összevágni egymás mellé, és ugye ez a képek egymás mellé illesztése, ugye különböző időket, helyeket fogunk összekötni, ami fontos a narráció szempontjából, hogy megértsük magát a filmet, vagy ugye a képregényt, vagy a cselekményt mozdítsa elő. Tehát, hogyha veszünk például egy képregényt, vagy egy filmet, amiben fogja a szereplő, bemegy a konyhába, kibünt egy üveg bort, húzóra megissza, kimegy a garázsba, beszáll az autóba, elindul, száguldozik, neki megy egy fának, és egyszerűen eltemetik, mert meghal. És ez lemegy mondjuk 10 perc alatt, vagy lemegy egy képregénybe 10 képkockába, egy vágással meg lehet oldani úgy, hogy a csávó iszik a konyhába, következő jelenetben már az autót vezeti, a következő jelenetben már ott van a temetése. Tehát, hogy ez is a dinamikát fokozza, hogy hogyan vágjuk össze a képet, és hogy mit akarunk ezzel kifejezni. Hogy elmesélni a teljes történetet, vagy csak simán sokkolni, és a többit a néző gondolja magához, vagy az olvasó. A montázsnak van egy szimbolikus jelentése is, ami két kép különböző jelentését összeadva egy harmadik képet fog létrehozni. Ezt az elgondolást Sergen Eisenstein orosz filmes, illetve igen, orosz filmes találta ki, aki azt mondja, hogy 1 + 1 = 3. Ezt ugye a matek tanárok ettől a falnak mennek, mert ilyen nincs, de nála ez úgy működik, hogy van egy képjelentés, mellé rak egy másik jelentést, és abból létrejön egy harmadik szimbolikus jelentés. És ez meg fog majd jelenni ugye a képregényekben. Tehát Európában Eisenstein lesz az, aki a montázs technikát tökéletesíti, Amerikában meg David Wald Griffiths lesz az, aki meg kitalálja a montást. És ez szerint különböző montázsokat fogunk majd alkalmazni. Ilyen lesz ugye a párhuzamos montázs. Ugye ez a Griffithsnek, a filmrendezőnek a alkotása gyakorlatilag, ő találja ki a párhuzamos montást, hogy hogyan működik. Ugye célja, hogy dinamikussá, feszülté tegye magát a filmet, és ezt fogják majd átvenni a képregénybe. Ugye különböző cselekmények egymás mellé tétele. Tehát párhuzamosan megy kettő cselekmény, egyszer egyiket mutatják, másszor másikat, de valahol ez a két szál össze fog érni. Tehát ez lesz a párhuzamos montás, ahol ugye párhuzamos történések történnek időben és térben, és ezek majd találkoznak. Itt látható képregényben alkalmazott párhuzamos montázsok. Ugye a Watchmennél nagyon jól látszik, ugye bal oldalt szó szerint el van különítve egy jelenet, és jobb oldalt egy teljesen másik jelenet. Ugye két különböző jelenetet látunk egymás után, és ez a két jelenet majd össze fog találkozni. És van a belső montázs.
Ugye a belső montázs, ugye a kamera helyettesíti az ollót, vagyis kamerában való úgymond vágás, de inkább vágás nélküli beavatkozás, és ezt a kamera mozgásával fogják létrehozni. Ráközelítenek, távolítanak, balra, jobbra, tehát ez fog létrehozni gyakorlatilag a filmen belül lévő montást, ahol gyakorlatilag ezt nevezhetjük vágásnak, de valódi vágás nincs magában a filmben. És ugye itt látható képregényben is ugye a belső montázs, ugye a különböző nézőpontok használatával. És az asszociatív montázs, amit ugye mondtam, hogy Eisenstein fog majd kitalálni, ez a két egymás mellé kerülő kép, ami egy harmadik jelentést fog hordozni, tehát innestől kezdve szimbolikus jelentésről beszélünk az asszociatív montázsnál. Tehát amikor nézzük a filmet, van egy jelenet, van egy másik jelenet, és a két jelenetből az agyunkba összeáll egy harmadik jelentés, és ugyanez lesz majd a képregényeknél, ahol ugye mennek a jelenetek, de ahogy nézzük, nekünk ebből össze fog állni valami jelentés. Itt ugye látjuk egy Batman sztorit, és tudjuk jól, hogy Joker mit fog csinálni, hiába nincs oda rakva, és hiába nincs konkrétan megrajzolva, hogy miről van szó, tudjuk azt, hogy Joker mit jelképez ebben a képregényben. Tehát az adott képekről asszociálunk az egészre. Panelek közötti átmenetek, ugye a filmben a keretezés kötött, ezt már mondtam, ugye fekvő téglalapok. A képregény ugye teljesen máshogy keretez, és gyakorlatilag ugye a képkockák között csatornák fognak létrejönni, ugye ezek a fehér elválasztó kis vonalak, és azok, amik hát a agyunk fogja össze ezeket a képeket, és a köztük lévő időt, teret, azt a mi képzeletünkre bízza az alkotó, hogy mi történik a kettő között. És a képpanelek közötti átmenet típusokat 6 különbözőre oszthatjuk. Az egyik a pillanatról pillanatra, cselekményről cselekményre, szelepről szelepre, jelenetről jelenetre, nézőpontról nézőpontra, és van egy kakukktojás, amit úgy hívunk, hogy logikai ugrás, de ezeket megnézzük, hogy miről is van szó. A pillanatról pillanatra egyetlen történés ábrázata pillanatok sorozatával, és ugyanaz a beállítás minimum változtatásokkal. Tehát ez valami lassítás, érzelmek, lassan történő eseményeknek a ábrázolására szolgál. És hogyha tovább megy, akkor látni is fogjuk, hogy ugyanaz gyakorlatilag a képkockában lévő rajz, szinte ugyanaz történik, de változik a szöveg, és ezáltal változik a cselekmény is, de ugyanaz marad meg. Ez ugye ugyanazt a pillanatot, tehát egyik pillanat, másik pillanat, harmadik pillanat, de ugyanaz a beállítás. Következő, ugye a cselekményről cselekményre, ugye ez egy folyamatos mozdulatsor, tehát cselekmények követik egymást, ugye ez a hatékonyság, dinamika, mozgás megjelenítése, és ezzel viszik előre a cselekményt, és tartsák fenn a feszültséget, hogy működjön. Ugye itt látható egy cselekmény, hogy áll, ugrik, repül, autó, megérkezik. Tehát ez ugye egyik cselekmény követi a másikat, és különböző kameraállásokból. Következő ugye a szereplőről szereplőre, ugye egyetlen jelenetben belül ugye változnak a szereplők, előre viszi a cselekményt, fenntartja a tempót, és ugye értelmezés, hogy mi történik a két szereplő között, ez főleg a befogadón múlik. És akkor itt látható, ugye a beszélgetések, hogy hogyan ugrunk egyik szereplőről át a másikra, és közte ugye, hogy mi történik, azt mi döntjük el. Következő a jelenetről jelenetre, ugye térben, időben, távol eső jelenetekről beszélünk itt, ugye értelmezésékhez logikai következtetések sorozata szükséges, tehát a történetet végig kell követnünk, és ugye a csatornákban lévő űrt szintén az olvasó tölti ki, tehát ugye itt a jelenetről jelenetre, egyik jelenet, másik jelenet, és ugye a kettő között ugye térben is távolság van, időben is távolság van, és a köztük lévő kis csatornát, azt a mi kis agyunk az, ami értelmezi és kitölti. Nézőpontról nézőpontra, ugye hangulatteremtés, bemutatjuk a helyszínt, szintén dinamikus, és mangáknál nagyon gyakori. Tehát az előzőek gyakorlatilag minden képregényben vannak,
Viszont ez a nézőpontról nézőpontra, ez a mangáknál az, ami igazából gyakori, tehát ott jelenik meg jobban. És akkor itt látható, hogy egyik nézőpontról a másikra megyünk. És a logikai ugrás. Ez egy érdekes dolog, ugyanis itt már a szimbólumrendszerek fognak feljönni. Nincs az olyan, ami előre mozdítja a történetet. Megjelenik egy kép a sztorin belül, amit hirtelen nem tudunk értelmezni. Fogalmunk sincs, hogy hogy kerül oda, nem tudjuk, hogy mi az, mi kapcsolunk hozzá egy asszociációt, és később majd a történet folyamán értelmet fog nyerni az a 20 oldalal előtt bevágott kép. De lehet, hogy nem lesz értelme, csak egyszerűen dekorációnak van ott, de általában ez valamilyen értelmet hordoz, valamilyen jelentést hordoz, ami sokkal később fog kiderülni, és elsőnek az olvasó nem tudja ezt hova tenni. Ugye itt látható néhány ilyen logikai ugrással történő képregény. Főleg ugye művészi képregényekben szokott ez megjelenni, hogy olyan dolgokat fejezzenek ki, amit mondjuk rajzban nem szeretnének, csak egy-egy pici kis szimbólummal. Nézőpont. Ugye a kamera állásokat szintén átveszi majd a filmes kifejező eszközök közül a képregény. És ez szerint ugye háromfajta kameraállást különböztetünk meg, a szemmagasságú kameraállást, ami itt van velem szembe, ugye mert pont így velem szembe van szó szerint. A másik pedig ugye a béka perspektíva, amikor ugye alulról, és van a madártávlat, amikor felülről vesszük a szereplőt és mutatjuk be. Ezeknek szintén szerepe van abban, hogy a cselekmény hogy halad előre, és szerepe van abban, hogy az adott szereplőt milyen kontextusban mutatjuk meg. Ugye, hogyha hősi pózt akarunk ábrázolni mondjuk Amerika kapitánnyal, akkor természetesen alulról fogjuk bemutatni, hogy monumentálisnak, nagynak, hősiesnek tűnjön. Ha viszont egy összetört embert akarunk bemutatni, aki mondjuk kuporog a sarokba, akkor fölülről fogjuk mutatni, hogy minél kisebbnek, minél jelentéktelenebbnek tűnjön, ezzel is kifejezve azt, hogy a történetben ő milyen helyet foglal el, és hogy milyen érzelmet szeretnénk ezzel kiváltani. Ugye itt látható egy nézőpont, ugye a szemmagasság. Itt látható ugye a béka perspektíva, amiről beszéltem, ugye a szuperhősöket nagyon előszeretettel szokták így ábrázolni. És itt látható ugye a madártávlat. És köszönöm szépen a figyelmet, remélem nem volt nagyon unalmas, és hogyha valakinek van kérdése, akkor szívesen válaszolok. Köszönöm szépen. Akkor nincs kérdés. Köszönöm. További jó szórakozást mindenkinek. Sziasztok!